Üdvözlöm a kedves nézőket! Gondolkodtak-e már azon, hogy mi történik a lélekkel halál után? Eltávoznak, esetleg itt maradnak velünk? Bántanak-e, kísértenek, vagy esetleg segítenek a bajban? Erre a kérdésünkre Diamond, a léleklátó adja meg nekünk a választ. Hozzálátogatunk el ma. Tartsanak velünk! Megérkeztünk Diamondhoz. Szia, Diamond! Sziasztok! Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon mi történik a halál után? A halál után a lélek az 42 napig még itt bolyong a Földön, keresi a helyét, keresi azt, hogy ő hova tovább. Ezek után, miután a testből kiszáll a lélek, akkor ugye a megnyugvását kell megtalálnia, illetve a 42 nap az arra szolgál, hogy felfújja, feldolgozza, hogy mi történt vele. Vannak ennek esetleg valami jelei? Tudjuk, hogy valaki itt van még a körünkben, hogy itt bolyonganak ezek a lelkek? Amikor megtörténik az, hogy kiszáll a lélek a testből, tehát a halál pillanatában, nagyon sokszor előfordul, hogy a hozzátartozó megérzi az elhunyt szerettének a tragédiáját, tehát az, hogy befejezte a földi pályafutását. Ilyen esetekben nagyon sokszor van, hogy lezuhan egy fénykép, lezuhan egy könyv, vagy az illetőtől egy ajándékozott tárgy eltörik, tönkre megy, stb. Vagy bizonyos jeleket adnak. Szokta az ember hallani, hogyha esetleg egy tolpihe vagy ilyesmi repül, az is ugye arra utalhat, hogy valaki van a körünkben. Erről neked mi a véleménye? Az már igen, azután, miután a lélek eltávozott, és letelt a 42 nap, akkor olyan jeleket tudnak adni, hogy egy hófehér tolpihe, vagy egy hófehér állat jelenik meg a szerette környezetében, az mindig azt bizonyítja, hogy ott van vele. Kell tőlük esetleg félni, vagy ők azért vannak itt, hogy segítsenek? Na most az, hogy félni kell-e tőlük, itt szét kell szedegetni, mert vannak ugye maga a holt lélek, a szellemek, az entitások, a démonok, tehát különböző fajtái vannak. Simán egy holt lélektől nem kell félni, és ugye ott is ő maga dönti el, hogy ő rangyal lesz-e vagy sem. Na most az entitás az már egy teljesen más kérdés, az már piszkálja az élő szemét. És attól meg igen kell félni, hát a démontól meg még jobban. Mit lehet ilyenkor tenni esetleg? Inkább úgy fogalmaznám, hogy az első jelei, a megnyilvánulásai, amikor megszáll valakit egy lélek, akkor annak elég erőteljesen megnyilvánulásai vannak, mégpedig úgy, hogy mintha megváltozott volna, kifordult volna önmagából, mintha nem is én lennék, tehát nagyon sokszor halljuk ezt az állapotot is, illetve elszívják az energiát, romba dőlnek a dolgok, tehát ez nem csak attól van, hogy valaki rontás átokban, hanem ezt nagyon-nagyon sokszor entitás okozza. És ilyenkor van az, hogy ezt le kell szedetni, meg kell szüntetni a problémát. És ha jól tudom, te is ebben segítségre tudsz lenni. Hát aki ilyen ügyben keres meg, mondania sem kell, mert az egyből látható és nyilvánvaló a saját szememben is, hogyha valaki van egy ilyen ártó lélek, és azt igen, azt le lehet szedni. Tehát szoktam segíteni ilyenben is. Szeretteink, hogyha itt maradnak még, ugye miután eltávoznak közülünk, bárki tud velük beszélni? Én azt mondom, hogy igen, hogyha kicsit figyel a jelekre, és figyel a belső hangra, akkor előbb-utóbb fel tudja venni velük a kapcsolatot. Tehát főleg, hogyha valaki fogékony erre, és ugye a lélek is szeretné megadni azokat a jeleket, akkor igen. És ilyenről is hallani, hogy például az állatok ugye megérzik a szellemek vagy a lelkek jelenlétét, a kutya egy pontra szugerál, stb., hogy ezek valósak, vagy... Kutya, a macska és a papagáj, tehát ők teljes mértékben érzékelik, látják a szellemeket, illetve a lovak borzasztóan félnek tőlük. Tehát a macska az fújtat, borzolja a szőrét, úgyhogy nem látni, tehát élő ember számára, szeme számára nem látható jelensége, illetve a kutya valóban az, hogy egy pontra figyel, a ló hátra csapja a fülét, prüszköl közbe, hátrá, a papagáj az meg ordít tőle, sikongat. Szeretteinket sokszor érezzük, ugye, hogy köreinkben vannak. Lehet-e tőlük ilyenkor kérdezni, tehát így magadnak is bármi segítség nélkül, hogy
valami választ tudnak-e ők úgy adni rá, hogy te esetleg magadban felteszel egy kérdést, és ők ugye elvileg itt vannak, tehát érezzük, hogy jelen vannak, hogy miként tudnak erre választ adni kérdéseinkre? Hogyha tiszta lélekkel fordulunk egy elhunyt szerettünk felé, akkor igen, közvetítő nélkül is képesek vagyunk arra, hogy kommunikáljunk velük, hogyha fogékonyak vagyunk erre a spirituális világra. És ugye ez úgy működik, hogyha én mondjuk megszólítom az én ükapámat, hogy légy szíves, segítsél nekem, hogy most valahova elinduljak, vagy ne induljak, mert nekem kétségeim vannak, akkor nagyon egyértelmű jeleket tud adni, például az ajtót nem bírom kinyitni, akkor azt jelenti, nem megyek sehova. Ha kinyílik az ajtó, akkor megyek. Tehát ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy itt hangokat hallunk, hanem inkább arról van szó, hogy a belső hang, illetve ezek a valódi fizikális jelek, amiket ők tudnak produkálni. Említetted itt az előbb az őrangyalt. Azt ki dönti el, hogy ki legyen őrangyal, és ki az, aki nem? A lélek maga dönti el a halál után, hogy lesz-e belőle őrangyal, hogyha valakit annyira szeretett és féltett, vagy mondjuk nem volt olyan viszonyuk, akkor ezzel kompenzálja a halála után, hogy megbánja a dolgait, hogy nem figyelt eléggé arra a szerettére, és akkor úgy dönt, hogy innentől kezdve óvni, vigyázni fogja. Tehát mindig a lélek dönti el. Rendben, köszönöm. Szerintem akkor így most egy pár kérdésre bőven választ kaptunk tőled. Folytatjuk majd legközelebb. Köszönjük a segítségedet. Én is köszönöm.